A 80 ezer forintos nyugdíjprémium mellett a teljes 13. havi nyugdíjat is biztosítja a jövő februárban a kormány, jelentette be dr. Hörcsik Rihárd országgyűlési képviselő. Ezzel együtt arról is beszélt, hogy összesen négy nagy témakörben tudja összegezni az eddig elért eredmények egy részét, amelyek a jövő esztendőt is meghatározzák. Másodszor januártól 200 ezer forintra nő a minimálbér, és 260 ezer forintra szakmunkás minimálbér a minimálbér így magasabb lesz a gyurcsányféle baloldal által fizetett 2010-es átlagbérnél. Harmadszor a családi adóvisszatérítés csak nem 2 millió szülőt érint, és ez összesen több mint 600 milliárd forintos támogatást jelent. A magyar gazdasági növekedés már az egyik leggyorsabb Európában, ami többek között lehetővé teszi, hogy a kormány visszafizesse a befizetett személyi jövedem adót. Ellentétben a baloldallal mi a családok támogatásában hiszünk, és nem akarunk újabb terheket tenni a vállokra, hogy azt ők például a 2009-es gazdasági világválság idejében megtapasztalták. Ezzel együtt az országgyűlési képviselő azt is kiemelte, hogy a negyedik eredmény a legfiatalabb munkavállalókat érinti majd. Januártól nem kell jövedelemadót fizetni a 25 év alattiaknak. Ezzel úgy vélem, hogy ha több tízezer forinttal emelkedik meg a keresetük. A fiatalok adócsökkentését is a gazdasági növekedés teszi lehetővé. És hát jó, ha felidézzük Mit üzent a fiataloknak a baloldal vezetője Gyúcsány Ferenc, emlékszünk, amikor kormányon volt? Szó szerint azt mondta, el lehet menni Magyarországon, itt lehet bennünket hagyni. Nos, a felsorolt intézkedések úgy vélem jól mutatják a Fidesz-KDNP célkütüzését, mi szerint Magyarországot előre kell vinni, nem pedig hátra. Ennek jegyében születnek meg a mostani döntések is, tette hozzá Dr. Hörcsik Rihárt.